Mindenkit, ma egy új plugin fogok bemutatni nektek, aminek a neve MoreTNT10. Hát, ami a nevéből is ki lehet találni, hogy új TNT-ket ad a játékhoz. Nekem való plugin. Egy telkes plugin-t akartam bemutatni, de rájöttem, hogy ez túl bonyolult lenne nekem elmagyarázni. Vagyis hát én tudom, hogy hogy kell használni a plugin, de azt nehéz lenne elmagyarázni. Tehát én nem tudnám elmagyarázni, úgyhogy nem is akarom bemutatni. Úgyhogy inkább maradok az ilyen kis vicces pluginok, mert azok egyszerűek. Na jó, szerintem kezdünk is bele. Az első TNT-nk akkor legyen is ez a Compression Explosive. Pontosan a nevét nem tudom mit jelent, de... De igazából azt sem tudom, hogy jelent nagyon mit is csinál, úgyhogy... Így lerakhatom... Ja, nem. Rosszat raktam el. File. Most lelőttem a poént, mindegy. Na ez lesz az, csak... Ilyen gyönyörűség és particle effekteket rakom. Hogy mire jó, azt nem tudom, ne kérdezzétek, ha sok szened van, az a rohadt. A következő az a Radar Explosive. Passzolom, hogy mit csinál. Kipróbáltam, talán hogyha Invisibility Potion-t raknék egy jelenlatra. Talán... Vagy magamra. Itt van egy ló elvileg. Így, és felrobbantom talán akkor megjelenünk. De nem. Csak ilyen szép gyémánt particle effekteket ad, és gyémántot. Nagyon szép. A következő az a... Biztos megyek. Sharpnel Explosive. Sharpnel. Mindegy, az ilyen... Tehát így kell craftelni, körbe rakunk egy TNT-t nyilakkal. Sejthetitek, hogy mi lesz. Boom! Nem tudom, hogy ez távolról mennyire hatásos, de biztos. A következő az egy ilyen... Ja nem... A következő az a Toxic Explosive. Hát a nevéből ki lehet találni megint csak, hogy mire fog, mi vagy mit fog csinálni. Hát ez szépen megmérgez minket. Ilyen csodálatos módon. Tehát kapunk ilyen rosszul létet, vagy néha tökömet. Vakságot és mérgezést, ami hát eléggé kellemetlen lehet. PvP közben, viszont én leiszom magamról ezt a befeketet, mert nagyon rosszul leszek tőle mindjárt, úgyhogy térjünk is át a következőre. A következő pedig egy ilyen... hát egy ilyen gyújtó bomba, amilyen tüzet, meg ilyesmiket rak le. Ennek a legbonyolultabb a kraftolási receptje szerintem, mondjuk eléggé anyag, hát mondjuk mondhatni TNT-hez viszonyítva elég anyagköltséges, bár ez sem túl olcsó, de próbáljuk is ki, hát nagyon szexi lesz. Hát ez igen, ez egy elég komoly lehet PvP-zés közben, de TNT pluginról nem sokat lehet beszélni, úgy mint a Backpack pluginról se. De hát, mit tudnék róla megmondani. Tervezek egyébként már a konfigurálásról is valahogyan felvenni videót, vagyis hát éljen. Csak nincs hozzá megfelelő programom. És hát, miután nincsen megfelelő programom, ezáltal nem tudom felvenni. És így nem tudok csinálni, de majd tervezek valahogy megpróbálom megoldani, mert én szeretnék csinálni a konfigurálásról is videót, hogy ezeket a pluginokat hogy kell konfigurálni, meg ilyesmi. De szerintem ennyi elég lesz. Egyébként a config file-ban tudjátok állítani, hogy TNT milyen legyen, a kraftolási recepteket is azt hiszem tudjátok állítani. Szóval, ja, eléggé... meg van ezt csinálva, bár a kraftolási receptben nem vagyok biztos, de valami ilyesmit láttam, szóval nem tudom. Nem akartam kipróbálni, mert még féltem, hogy elrontom a plugin-t, úgyhogy inkább nem kísérleteztem. De valami, azt hiszem lehet állítani. De mindegy, tudjátok állítani a robbanás méretét,
különböző effekteket, hogy milyeneket adjanak, meg ilyesmiket. Szóval, ja, elég sok oldalú a plugin, úgyhogy mindenkinek egy jó kis PvP szeróra, jól lehet vele szivatni a másikat. Ennyi lenne mára, sziasztok!